Na, sziasztok srácok! A játék, amit bemutatok, az nem más, mint a Minecraft Dungeons. Ezt kicsit hamarabb is teszem ki, mint szerdán, úgyhogy szerdán lesz időtök megnézni. Gondolhatjátok, hogy nem játszottam vele ugyan túl sokat, de gyakorlatilag a játék nagy rész megmutatta, hogy mire képes nekem ennyi idő alatt is. Úgyhogy tudok róla valamennyit beszélni. A Minecraft Dungeons a Minecraft játékot veszi alapul. Aki nem ismerné a Minecraft játékot, általában mindenki tudja nagyjából, hogy miről van szó, de mindig az jut az eszébe róla az embereknek, hogy az a kockás dolog, és nagyon rondán néz ki, és nagyon gáz. Amúgy egy nagyon jó játékról van szó, gyakorlatilag a mai napig a legtöbb ilyen túlélő játék képtelen volt olyan hangulatot és bármit összerakni rendesen, mint maga a Minecraft volt valaha. Tehát nagyon szépen összerakták annak idején. Ezt maga a Mojang, egy akkoriban egyfős fejlesztő Notch bácsi, aki svéd volt, csinálta a valamilyen másik játék alapján, aminél ő sokkal jobbat akart csinálni, de az is ilyen hasonló bányászás volt. És ugye ez nagyon durván berobbant, gyakorlatilag az első ilyen játék volt a Fortnite előtt, ami ilyen irgalmatlanul nagyon durván fogy a mai napig is gyakorlatilag. Tehát a lelkesedés iránta töretlen. Ugye, ha megnézitek, ez így néz ki, hogy ez a gyakorlatilag first person nézetben mész. Amit én mutatok, az mondjuk a túlélő módban van, mert hogy nagyon jó, és én azt szeretem, de ugye a gyerekek egy jó rész inkább kreatív módban épít egy fütyilámát, vagy akármit, aztán ott hagyja a francba, de vannak, akik azért komolyabban tolják, és értelmesebb dolgokat építenek. És gyakorlatilag, ha megnézitek, ez egy nagyon jól összerakott túlélőjáték, mert gyakorlatilag minden kocka vissza tudja magát, önmagát adni, és gyakorlatilag újra rendezheted az egészet, tehát elképesztően kreatív, tényleg szinte mint egy Lego, készült is Minecraft Lego, szóval önmagában ez egy elképesztően jó játék. Én mondjuk most, hogy összetudjátok hasonlítani a kettőt, kikapcsoltam az általam használt Chroma Hills kinézetet, ami nem kicsit nagyobb felbontású, mert 128-as. De tulajdonképpen ez egy nagyon jó játék, nagyon népszerű, mindenki szereti, mindenki ismeri. A gyerekek körében ugye az egyik fele a kicsi korában már ismeri a Minecraftot, és utána később ugye Fortnite-ozni fog, tehát így gyakorlatilag egyfelől vagyunk. És ha ugye meg kell lovagolni a népszerűséget, és ugye Mojang eddig nem csinált semmit, azon kívül, hogy átnevezte magát Mojang Studiosra, vagy Studiosra, és gyakorlatilag ez az első játékuk, bár meglepő módon egy teljesen másik fejlesztő csapat csinálta, és szintén meglepő módon, legalábbis számomra nagyon meglepő módon ez a játék Unreal Engine-nel készült. Nem is értem, hogy miért, akkor minek van Minecraft Engine. Na mindegy. Meg ott a Minecraft. És ha már itt tartunk, mi is ez a játék? Gyakorlatilag egy akció-RPG, amit több játékos módban is lehet játszani, akár osztott képernyőn én is. Én itt önmagamban offline játszottam. Ha megnézitek, nincs túl bonyolítva a dolog, tehát gyakorlatilag aki ismeri a Minecraftot, az nem nagyon fog túl sok újdonságot látni. Én pont ezen döbbentem meg, hogy nem igazán láttam új rémet, és ez miatt volt furcsa számomra egy kicsit, hogy tulajdonképpen maga a Minecraft az így is elképesztő mennyiségű rémmel rendelkezik, hogy simán ki lehet belőle hozni egy ilyen egyszerű akció RPG-t. És tényleg, itt most nem látszik, de én játszottam vele tovább is, és tényleg csupa olyan lények vannak, amiket amúgy a Minecraftban meg tudtok találni, és össze tudtok olyan futni FPS nézetbe. Itt gyakorlatilag ez is azt mutatja számomra, hogy mennyire jó a Minecraft. Igazság szerint pont azon sóhajtozom, hogy ezt a megvilágítást kéne használni, mert már akkor is menőbb lenne, meg nem utolsó sorban egy ilyen dungeon generátort kéne csinálni, ami egy kicsit jobb, mint a Minecraftos. Igaz, hogy ez csak erre van ugye kihúzva, mert hogy tulajdonképpen még viszonylag közlekedhetőek a felületek,
nincs az, mint a Minecraftban, hogy gyakorlatilag egy csomó random ilyen bigyó van, ahol leeshetsz a pokol még. Úgyhogy nem is látod egy bokortól, csak megpróbált kikerülni a bokort, aztán véged van. De az a lényeg, hogy ez egy olyan emberek számára, akik ismerik a Minecraftot, az gyakorlatilag egy kicsit olyan, mint a Warcraft 3 után a World of Warcraft, amikor az ember így ilyen elégedetten mondja, hogy hú, de jó, nézzétek, és akkor ott van az őrtorony, csak most föl lehet belemenni, nem az, hogy egy RTS egység, vagy épület, vagy ott a Swordsman, ilyenek, meg a balta dobálótról. Hát itt gyakorlatilag ugyanúgy látjátok a pókokat, a csontikat, úgy is viselkednek, akkor felszerelések, amikor például kiesik neked lúdba a vascsákány, és akkor örülsz neki, hogy hogy néz ki, bár ezt mind meg tudod nézni magában a Minecraftban is. Szóval a akció RPG egy gyakorlatilag egy kicsit klasszikus, mert hogy semmi extrát nem csinál, ugye van a bal és a jobb egérgomb, van space-szel egy kitérés, amit gyakorlatilag lehet spammelni. Ugye a térkép az nagyon vicces, mert gyakorlatilag látod az egészet, amikor megnyitod az emmel, tehát ott lehet látni szürki vagy, mert még nem jártál, de látod az egészet. Ugye középen van a nagy szívecske, ami az életerődet mutatja, az N van a gyógyítópoti, és 1-3-ig mindenféle erekéket, tehát artefaktokat tudsz magadra rakni. Nálam például van egy olyan tűzijáték rakéta, amivel az íjat lehet cserélni egy lövés erejéig, a másik pedig egy olyan ereke, amivel egy farkas tudok magammal cipelni, akik megölnek minden. Mármint egy darab, jelenleg egyet tud az a tuc. Úgyhogy ennyi, amiből gazdálkodnod kell. Amit látjátok, van TNT is, amivel lehet ugye robbantani. És a felszerelések, ha megnézitek, ennyiben merülnek ki, hogy van egy jobb meg egy bal klikkes fegyver, van egy darab páncél, nincs külön a sisak meg a csizma meg a nadrág, hogy a Minecraftból megszoktuk, pedig az 4 slotos pepper doll lenne, azt nem is értem, hogy miért hagyták ki, mert sokkal mélyebb lenne tőle a játék, de így elég felszínes, illetve a 3 darab erekje slot van. És a rémek nem aranyat dobnak, hanem emeraldot. Ugye a játékban megszokható volt, aki ismeri, hogy azzal lehetett kereskedni a faluban, a falusiakkal. Viszont ebben a játékban a legszomorúbb az az, hogy nagyon durván esik ez a cucc, és a táborodban, a kempedben így sorra jelennek meg idővel a különféle kereskedők. Én már láttam a kovácson kívül egy vándorkereskedőt is, csak az van, hogy mindegyik egy effektíve logboxot. Tehát egy véletlenszerű tartalmakkal rendelkező ládát ad az emeraldért, ami viszont elég kellemetlen szerintem. Mert hogy ilyen hamar kitesszük a gyerekeket ezeknek a gacsa típusú, tehát a gyűjtsd össze mint típusú ilyen lootbox témáknak, ez nem biztos, hogy menő, ugyanis az akció RPG-nél mindig úgy volt, hogy a kereskedőnél azt veszel, amit akarsz. Mármint az elérhető dolgok közül te választod ki, hogy megveszed a dolgot, vagy nem, hogyha nem esik loot. Úgyhogy gyakorlatilag ez elég undorító, ez a legszebben így tudom mondani. De tényleg nincs túl bonyolítva az egész dolog. És gyakorlatilag a harcból meg így kell megoldanod. Persze a rémekből esik egy csomó minden, mindenféle páncélok, fegyverek, erekéken kívül ugye a különféle kaják is esnek belőle, amiket a Minecraftban megszokhattunk, amit hogyha megkajálsz, akkor gyakorlatilag regenerálódsz, mint a játékban. Az érdekessége a gírnek az tulajdonképpen az, hogy minden szintlépéskor kapsz egy skill pontot, amit így össze tudsz gyűjtögetni, és gyakorlatilag azt tudod vele csinálni, hogy a felszerelésedet úgymond enchantolod vele, tehát elbájolod. Tehát ilyen plusz dolgokat tudsz rárakni, és ugye minél menőbb a felszerelésed, annál több ilyen pontja van, és gyakorlatilag minden ilyen, tehát 1, 2 vagy 3 bűbájt képes befogadni, és a
Azok közül is úgy van négy véletlenszerű, amit mindig ki kell választanod, úgyhogy gyakorlatilag ez egy kicsit szomorú, hogy remélhetőleg később lesz valami újra dobálós rendszer, mert ez így elég cink, tehát nem lehet rendesen úgymond gírt szerezni, mert hogy minden statod véletlenszerű. És ha nem kellenek a cuccok, ugye van egy salvage gomb, amit ha megnyomsz, akkor le lehet bontani, és hogyha lebontod, akkor emeraldot kapsz, de hogyha viszont csináltál egy bluebite, kiválasztottál ugye egy skillt, és egy olyan páncélt vagy fegyvert bontasz le, akkor visszakapod a skill pontot, és akkor újra szét tudod osztani. Úgyhogy ez a része amúgy még mondanám, hogy aranyos is, ha nem lenne minden felszerelésen a skill-ek véletlenszerűek. Tehát két teljesen ugyanolyan kard, ugyanaz a sebzése, minden ugyanaz lehet rajta, a négy teljesen más véletlenszerűen generált bűbáj, amiből választanod kell egyet. És ez ráadásul tényleg, ahogy mondtam, ez a slotra igaz, tehát ez a, ha egy ilyen Super Epic 3 bűbáj helyen rendelkező tárgyról beszélünk, akkor ott minden egyes helyre van 3 vagy 4 választható bűbáj opció, amit hogyha kiválasztottál, akkor az az egy marad az adott helyen. Tehát ez így működik. És ennyi a fejlődési ráta. Úgyhogy gyakorlatilag minden szinten fejlődsz, nő a powered, egyre nagyobbat ütsz, és akkor ugye mindenféle felszerelési tárgyakat szedsz össze, aminek egy jó része ismerős lehet magából a Minecraftból. Úgyhogy ennyi, gyakorlatilag egy egész kompetens, nem tudom azt mondani rá, hogy rossz, mert egy egész kompetens akció RPG, de viszont nem túl izgalmas, tehát gyakorlatilag a Diablo 2-vel sokkal jobban tudsz szórakozni, meg írtani. Igaz, hogy nem túl színes, meg igazság szerint a Diablo 3-nál is írtak az emberek, hogy úristen, tiszta My Little Pony, meg nagyon rózsaszín, meg világos, meg úristen, most mi lesz? Úgyhogy nem hiszem, hogy azok, akiknek ez volt a hatalmas nagy hasfájása a Diablo 3-mal kapcsolatban, azok örömmel játszanának egy Minecraft Dungeons-el, ami megnézitek, azért meglehetősen színes. És kb. Ennyi, a story plot ez az rettenetes szintén, tehát ezt, ahogy elvárható, hogy van egy szerencsétlen vándorló, kitaszított kis falulakó, akit elküldtek immár a sokadik faluból, mert valamiért senki nem szerette, az nem volt megmondva, csak mindig az, hogy szegény, visszautasították, az lehet, hogy tényleg beleívott a másiknak a poharába, vagy valami. De az a lényeg, hogy mivel szegény vándorolt tovább a vidéken, talált egy ősi épületet, amiben talált egy ősi varázstárgyat, az irányítás gömbjét, és akkor onnantól fogva ő úgy döntött, hogy bosszút áll, és hogy milyen menő, és akkor elintéz mindenkit, aki nem hódol be neki, és innentől fogva őt mindenki köteles lesz szeretni. Ennyi a sztori, és gyakorlatilag minden pályán azzal szenvedsz, hogy te vagy a hős, aki megveri az ő rémeit, és akkor valószínűleg a végén harcoltok velük. Volt már egy boss fightom, amit harcoltam, elég szomorú volt, mert hogy gyakorlatilag pontosan ugyanaz volt, mint az egyik elit rém, a Conjurer, ami az egyik bandita, ha ismeritek Minecraftot, az, aki a pici angyalkákat idéz, és azok szétcsípnek. Egy olyan lényből volt egy kicsit nagyobb, akinek kicsit hosszabb volt az életerő csíkja, ő volt a boss, ez egy kicsit szánalmasnak találtam, de mindegy. Összességében nem tudom nagyon leszólni a játékot, mert hogy végül is teszi a dolgát, meg jó. 6900 forintért megvehető vagy a Microsoft Store-ba, vagy magát a Mojang Studios-tól. Most akkor a külön launcherbe kikerülhetitek a Microsoft Store-t, ha ki akarjátok, akinek már elő van fizetve az Xbox Game Pass Ultimate, azoknak ugye már ingyen van, mint ahogy ez nálam is látszik, és gyakorlatilag teljesen jól látható, vagy játszható. De nem túl izgalmas, tehát nem vagyok benne biztos, hogy
bárkit is túl sokáig lekötne. Valószínűleg az endgame-je sokkal gyengébb, mint bármi. És azért ingyen ARPG-ből ott a Path of Exile, ami azért elég jól mutatja, hogy mi mindent ki lehet hozni akció RPG-ből ingyen is, és ez egy elég jó dolog. Úgyhogy amellett nem tudom, hogy ki az, aki ilyet venne. Egy biztos, a gyerekeknek még jó lehet, akik még tényleg éppen ott csak kinőttek a, mondanám, a Minecraftolásból, és akkor az akció RPG-kre át lehet őket nevelni, illetve tulajdonképpen az apuka a kisfiával el fog tudni játszani, akár osztott képernyőn is Xbox kontrollerrel. Együtt ülnek a nagy monitor előtt, ez megoldható, tehát ilyen szempontból családi szórakozásnak elég jó lehet, tehát ha egy maximum 4 személlyel a családban megcsináljátok, de hát nincs le. Ez egy ilyen jó pofa, egyszerű, jól kivitelezett játék, de nem túlságosan izgalmas, tehát nem fogja megváltoztatni az akció RPG témát, és igazság szerint, aki eddig se szerette a Minecraftot, a grafikája, meg az animációkat, meg mindent, az most se fogja megszeretni, mert hogy ez a vanília Minecraftos grafika, egy picit több grafikai effekttel. Amúgy rendkívül sok zicset ki is hagytak, amúgy mondtam, a felszerelési tárgyaknál, a gírelődésnél is túl egyszerűsítettek, meg ugye a Minecraftba gondolná az ember, ugye, hogy minden szétszedhető és újraépíthető, és nem. Tehát gyakorlatilag a creeper itt is viszonylag messziről látod, le tudod lőni még azelőtt, hogy a környékedre jöjjön, és ha felrobban, akkor nem az van, hogy gyakorlatilag marad utána egy akkora kráter, hogy lezuhansz és meghalsz, hanem simán minden, tehát nem sebzi a környezetet, mint ahogy a TNT is, amit találtatok, szóval szerintem azért még a Minecraft szinten ki lehetett volna hozni ebből az akció RPG-ből sokkal többet, de pont emiatt kezdtem el sóhajtozni, hogy inkább ez egy olyan Minecraft módnak, vagy új kiegészítőjének kellett volna lenni a Minecraftnak, ami innentől fogva a normál Minecraftba csinálna értelmesebb dungeon-öket, mert hogy szerintem úgy sokkal többet adna magához a Minecrafthoz is, mert akkor tényleg egy elég jó pofa platform lenne a jövőben, igaz, hogy ilyen belső nézetes akció RPG lenne a survival mód, még inkább, mint valójában van, de mindegy. Szóval igazság szerint pont azon sóhajtoztam, hogy én inkább a rendes Minecraft-tal játszanék. Persze ilyen kalandokat, meg ilyen építészetet, de összességében ez egy ilyen játék, nem túl jó, nem túl rossz, nem csinál szerintem szinte semmit. Azt hiszem 1 giga volt összesen az egész letöltési mérete, szóval nem fogja szerintem a családi gépet sem nagyon megizzasztani. Úgyhogy tulajdonképpen családos játéknak, olyan gyerekeknél, akik szeretik nagyon a Minecraftot, és akarnak mondjuk mást is játszani, mint Minecraft, de mégis legyen valamennyire Minecraft, azoknak tökéletes lehet ez a játék. Úgyhogy ez volt a Minecraft Dungeons, és hamarosan majd valami más érdekességgel jelentkezem. Sziasztok, pápá!